Tisztelt elnök úr, tisztelt főkapitány úr, tisztelt polgárőrök, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt köszönöm, hogy meghívtak a éves értékelő értekezletre, beszámoló közgyűlésükre, és nagy örömmel jöttem el, és még nagyobb örömmel tekintek körbe, hisz az érett férfiak mellett fiatal arcokat látok, és egyre több a hölgyek részvétele a polgárőrök között, amihez külön gratulálok a hölgyekhez az elhivatottság miatt, a férfiaknak, hogy sikerült megszervezni őket, hogy eljöjjenek és a közbiztonság területén is kifejtsék tevékenységüket. Azzal, hogy itt vagyok, ismételten közvetlenül megismerhettem az önök által elvégzett munkát, amelyet 2013-ban végeztek el. Az az igazság, hogy megalakulása óta folyamatosan figyelemmel kísérem a polgárőrség tevékenységét, hisz a megalakításában Túros tábornok úrral még hivatásosként, országos főkapitányként vettem részt, és azóta, mint rendőr, mint civil, mint belügyminiszter, egyfolytában figyelemmel kísérem a tevékenységet. Egyértelmű, hogy hivatali időm során mindig támaszkodhattam a polgárőrökre, mindig támaszkodhattam az önök tevékenységükre, munkájukra, és személy szerint sokukra, akiket közvetlenül ismerek, akikkel közvetlenül együtt dolgoztam. Ez így történt 2010-ben is, amikor a kormányzati munkára készültem, hisz ebben az időszakban volt az, amikor önök segítettek ebben a felkészülésben. Segítettek a felkészülésben, mert Túros tábornok úrral, Hatala tábornok úrral, aki akkor alelnökként vett részt az önök munkájában, megszerveztek egy olyan fórumot, amelynek kapcsán megismerhettem, hogy mi a közvetlen véleménye a polgárainknak a közrendről, a közbiztonságról, mik az elvárásaik a későbbi időben, hogy jobb legyen a közbiztonság, jobb legyen a szubjektív biztonságérzetük, jobban érezzék magukat az adott településen. Ezek a közbiztonsági fórumok világítottak rá arra, hogy a tulajdon elleni szabálysértések az egyik legnagyobb probléma a területen. Ezek a közbiztonsági fórumok világítottak rá arra, hogy az a stratégiai együttműködés, amit a későbbiekben meghirdettünk, az hiányzik, nincs meg a kormányzat, nincs meg a rendőrség és a polgárok közvetlen kapcsolata a közbiztonság érdekében. Ennek megfelelően alakítottuk ki a kormányprogramot, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy önök részt vettek a 2010-2014-es időszakban a kormányprogram kialakításában. Ez volt az elmúlt 4 év egyik kiinduló pontja. A közrend és a közbiztonság területén a támogatás, az együttműködés megtörtént. Mert az állampolgári elvárásokat megismerte a kormány, megismerte a belügyminisztérium, és megismerte a rendőrség. Ennek megfelelően történtek meg a döntések. A rendőri létszám megemelése, hisz önök nem tudtak megfelelően tevékenykedni azokon a településeken, ahol nem volt közvetlen rendőri kapcsolat. A körzeti megbízotti állomány visszaállítása, ugyanezen oknál fogva, hisz a körzeti megbízott adta önöknek azt a hivatalos hátteret, amellyel az intézkedéseiket hatékonyabbá tudták tenni. Az önök tevékenysége kiemelkedő a bűnmegelőzésben. Kiemelkedő volt a bűnmegelőzésben a korábbiakban is, de most, hogy a hatalatábornok úr lett az Országos Bűnmegelőzési Tanácsnak az elnöke, ezt a kapcsolatot még közvetlenebbé tudtuk tenni. Hisz az önök jelenléte az iskolák környéken, az önök jelenléte a mezőgazdasági területeken, azok nélkülözhetetlenek a hétköznapok során. Túros tábornok úr beszámolójában ismertetett konkrét adatokat, ezeket én nem kívánom megismételni. Én arról szeretnék beszélni, hogy milyen közös eredményeket értünk el. Mi volt annak az eredménye, amelyek önök közreműködésével, azoknak az információknak a közvetítésével eljutottak a kormányzathoz. Hát mindenek előtt a feltételrendszerről beszéljünk. Ugye a feltételrendszer egyik alapja a jogi háttér.
A polgárőrök védelme, a munka megkönnyítése és az eredményesség segítése. Úgy hiszem, hogy az új polgárőr törvény a 2011 évi 165-ös törvény lehetőséget biztosít önöknek a mindennapos munkában az eredményes tevékenységét. És egyértelmű, hogy stratégiai kapcsolata van önöknek a kormánnyal, hisz az egyedüli szervezet az, az Országos Polgárőr Szövetség szervezete, aki bűnmegelőzési célzattal járőr tevékenységet folytathat. Én úgy hiszem, hogy ezzel kijelentettük azt, hogy csak önökre számítunk ezen a területen, és önök meg úgy gondolom, hogy az elmúlt év munkájával bizonyították, hogy jól döntöttünk akkor, amikor ezt a törvényt meghoztuk. A feltételrendszerhez hozzákötődik az is, hogy a rendőrségi létszámot megemeltük, a kapcsolattartási pontokat megemeltük, és az új kapcsolatok megteremtéséhez mind rádiótechnikai, mind pénzügyi támogatást adtunk, mind gépjármű támogatást, és itt a motorkerékpártól az autóig mindent beleszámítok, de a mozgás segítette elő azok a kerékpárok, amelyeket önök kaptak a bűnmegelőzési területtől, vagy éppen a lovas járőr szolgálatnak a támogatása. 2014-re ígértem, hogy 1 milliárd forint lesz a támogatás. Örömömre szolgál nekem is, hogy az adott szavamat már 2013-ban be tudtam tartani, és hogy nehogy azt higgyék, hogy 2014-ben kevesebb lesz, vagy ugyanannyi, ezért azért 50-70 millió forinttal megemeltük azt a részt, amely a támogatást tovább fogja fokozni. És itt kérem meg az országos rendőrfőkapitány urat, hogy a későbbiekben, mind a gépjárművek tekintetében, mind a segédmotorkerékpárok tekintetében, mind pedig a kerékpároknál a bűnmegelőzés szolgáló területekről adjon kellő támogatást önöknek, hogy a szolgálatukat még jobban el tudják látni. Itt nem merek számot mondani. Mert nem biztos, hogy én fogom tudni ezt betartani, de a főkapitány úrba bízok, és ő biztos, hogy be fogja tartani. Milyen feltételrendszerben változtattunk még? Kérem, a büntető törvénykönyv szigorításán. Egyértelmű volt az a jelzés, hogy elvárás önöktől, hogy bizonyos bűncselekményeknél szigorúbb büntetést kapjanak a bűncselekmény elkövetői. Az önök jelzései is beleszámítottak abban, hogy a három csapás törvényét bevezettük az országban. Hogy aki már kétszer emberéletet vesz el másoktól, vagy olyan súlyos életellenes cselekményt követ el, amely a környezetében félelmet kelt, hogy az a harmadik eset után ne jöjjön vissza, ne rémisztje a környezetét, és ennek megfelelően maradjon csak állandóan őrizetben. A polgárőrség átalakítása is megkezdődött. Tábornok úr itt szerényen beszélt erről a részről, de én úgy gondolom, hogy ez egy jelentős előrelépés a polgárőrség tekintetében. Ez vezetett ahhoz, hogy meg tudtuk szólítani a fiatalokat, ez vezetett ahhoz, hogy önök eredményesebben tudtak dolgozni, és egyértelmű az is, hogy ez még nincs befejezve ez a folyamat. Tovább kell folytatni ahhoz, hogy eredményesebben tudjunk a későbbiekben dolgozni. Ne felejtsék el azt a jelmondatot, amit nagyon sokszor elmondtam a rendőröknek és a belügyminisztérium dolgozóinak, hogy mindig lehet mindent egy kicsivel jobban csinálni. Törekedjünk ezen a területen is arra, hogy a 2014-es évben jobban teljesítsünk és jobban csináljuk, mint az elmúlt kiemelkedő teljesítményt jelentő esztendőbe. És a szakmai programokat is nézzük meg, mert a jogi szabályozás és a feltételrendszer javítása annak érdekében történt, hogy eredményesebbek legyünk. Itt kiemelném az eredményességét, a Tisztelet az éveknek, a Biztonságot az időseknek című programot, amely a segélyhívási rendszerek kialakításában jelentősen lépett előre. És itt hívtam fel a figyelmet arra, hogy tovább kell folytatni azt a rendszert, hogy az idősek elérhessék a polgárőröket, az idősek elérhessék az önkormányzatot, elérhessék a rendőrséget, akkor, amikor bajban vannak, akkor, amikor gondjuk van.
Ehhez megfelelő információs bázis kell kiépíteni, és azt remélem, hogy ehhez a fogadókészséget mi tudjuk biztosítani megfelelő informatikai eszközökkel és megfelelő kommunikációs eszközökkel. A legnagyobb eredményt mindenek előtt ettől függetlenül abban látom, hogy az elmúlt esztendőben 358 ezer bűncselekmény történt hazánkban. Ez annak köszönhető, hogy más volt a megelőzés, hogy önök kint voltak a területen, őrizték a mezőgazdasági területeket, az erdőgazdaságokat, őrizték a gyerekeket az iskolák környékén. A következő ilyen jelentős program, ez a bizonyos 100x100 biztonsági program volt, ami arról szólt, hogy amikor elkezdtük felmérni, hogy milyen a rendőrség és a polgárőrség megítélése egy-egy területeken, azt vettük észre, hogy az egyik részében az országnak ez jó, a másik területén viszont egyre rosszabb minősítést kaptak. Akkor határoztuk el közösen, az országos főkapitány úr, Túrós tábornok úr és a belügyminisztérium, hogy közvetlenül idehívjuk azokat a polgármestereket, akik az utolsó százban vannak, az utolsó százban szolgálatot teljesítő polgárőröket, körzeti megbízottakat és természetesen a rendőrkapitányokat. Miért van az, hogy itt nem találták meg a megfelelő hangnemet az állampolgárokkal? Miért van az, hogy nem tudnak megfelelő módon segíteni rajtuk? Az itteni értekezlet után azt gondolom, hogy erre választ kaptunk. Nem volt megfelelő kontaktus, nem volt megfelelő együttműködés, és miután nem volt összefogás, ez visszaköszönt abban a pillanatban, a közrendben, a közbiztonságban. A bűnözők kerültek előnyben. Ezt az előnyt kellett ebből a 100x100-as programban visszavenni. Egyik legsikeresebb program lett a 2014-es esztendőben, még ennek a program keretén belül megnézzük, hogy milyen eredményt értünk el, akik 2013-ban nem voltak megfelelőek, és megnézzük egy új felmérés kapcsán, hogy kik azok, akik most az utolsó százba csúsztak bele. És itt ismételten meg fogjuk ezt a programot erősíteni, és újra fogjuk szervezni. Ehhez tartozik a kistelepülések biztonságának a programja is, és remélem, hogy ez is olyan sikeres lesz, amely a későbbiekben hasonló módon eredményt fog hozni. A későbbiekben 2014-re tervezi a polgárőrség a külterületek biztonsága programját. 2014-es évet a külterületi bűnmegelőzés évének nyilvánította az elnökség. Ennek a beindításába támogatásra talált a belügyminisztérium keretei között, de ennek az eredményeit még nem ismerjük. Remélem, hogy ez a program a külterületi bűnmegelőzés évében megfelelően fog teljesíteni. És akkor nézzük meg, hogy milyenek a 2014-re szóló elvárások. 2014-re szóló elvárásoknál szeretném elmondani, hogy a politikailag független elvárásokat szeretném csak elmondani. Tehát még egyszer megismételném, hogy az eddigi munkának megfelelően tevékenykedjenek, csak egy picivel jobban. De ne feledjék, mindent lehet egy kicsivel jobban csinálni. Fenn kell tartani a polgárőrség stabilitását, amely biztosítani kell a folyamatos működés feltételeit. Folyamatos működésnek a 2013 évi gazdasági feltétele biztosított. Benne van a költségvetésben, ebből senki nem vehet el. Rendezni kell az átalakulás során megváltozott belső viszonyokat, tovább kell fokozni a képzést. A képzés tekintetében egyértelmű, hogy az újonnan belépők képzését meg kell szervezni, és a fiataloknak egy vonzó képzést kell adni, amely a rendőrség együttműködésére is kiterjed, és itt kérem meg az országos főkapitány urat, hogy ebben a képzési rendszerben találjuk meg a rendőrségi szerveket, amely mind a jogi területre,
mind pedig egyéb területekre is kiterjed. Szeretném, hogyha a polgárőrök a közterületi tevékenységüket ugyanolyan intenzitással csinálnák, mint eddig, hisz ez biztosítja a környezetüknek, a településüknek a közbiztonságát, ez biztosítja a kapcsolatot a rendőrökkel. Ezt az összehangolást ezt tovább kell fokozni, ehhez megfelelő technikai eszközökkel kell ellátni a polgárőröket. Ennek a technikai eszközöknek a beszerzésében segítséget fogunk nyújtani. A kérdés még az, hogy mit ígérek a 2014-es évet meghaladó területekre. Hát mindenek előtt a már előbb elmondottaknak megfelelően az Országos Rendőrfőkapitánysággal való együttműködést, az Országos Rendőrfőkapitányság támogatását és mindazok szervezeteknek a támogatását, amelyek a belügyminisztérium irányítása alatt vannak. Felelőtlen ígéretet nem teszek, de azt, hogy személy szerint, mint Pintér Sándor, mint a polgárőr egyes számú igazolványnak a tulajdonosa, azt ígérem, hogy személy szerint végig fogom támogatni a polgárőrség tevékenységét. Ezzel szeretném én megköszönni az önök elmúlt időszakban végzett munkáját, a 2013 év kiemelkedő tevékenységét, és kívánok a későbbiekben sok erőt és energiát a munkájukhoz. Sok sikert! Köszönöm szépen!